Nagykorúvá vált a Székelyudvarhelyi MÜTF oktatási központ. A Tatabányai Intézmény kihelyezett képzési központjába több mint 2000 hallgatót vettek fel az évek során. A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája 5 magyarországi felsőoktatási intézménnyel működik együtt, évente 200 hallgató tanul az Udvarhelyi Egyetem falai között. A képzési központban a tudományos tevékenységekben is részt vesznek, de érettségi felkészítőket és számos tanfolyamot is szerveznek, nem utolsó sorban nyelvvizsga központ is helyet kapott a MÜTF-ön. A Magyar Termék Nagydíjas Intézményben jelenleg 4 képzési forma működik, közülük az agrármérnök képzés számít a legnépszerűbbnek. A MÜTF célja ma is ugyanaz, mint 18 évvel ezelőtt, meghonosítani a gyakorlatorientált képzést. Az volt a cél, hogy a gyakorlatorientált képzést hozzuk ide, és ez akkor is sikerült, sőt azóta nagyon megerősödött, és főleg annak örülök, hogy egyre több szakterületen sikerült megtalálni a szakterületet, a szakmát, azokat az intézményeket, amelyek hajlandók és szívesen is tanítanak itt Székelyföldön, Udvarhelyen, és hát a hallgatók is, tehát a befogadó közösség is megvan rá. Sikerül átadni azt a tudást a többi székelyföldi, adott esetben erdélyi magyar, adott esetben kárpát-medencei magyar közösségeknek, hogy jelen pillanatban a közösségeknek és adott esetben a fiataloknak milyen oktatási rendre van szüksége. A MÜTF a Magyar Akkreditációs Bizottságtól kapott jóváhagyással működik, de tervezik, hogy néhány szakra itthon is megszerzik a szükséges meghatalmazást.